Köszöntöm nézőinket, önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! A Madéfalvi veszedelem 260. évfordulójára emlékeztek Bonyhádon. 116 éve született az író, költő, közel két évtizede gyűlnek össze Vas Albert szobránál Bonyhádon. Pacskerkötés fortiai Bonyhádon mintákat gyűjtenek. Vas Albert mese és vers illusztrációs rajzpályázat rekordszámú pályamunka érkezett be. Madéfalva nevével fémjelzett Székely Nemzeti Ellenállás 260. évfordulója alkalmával tartott megemlékezést a Bonyhádi Székely Kör és a Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület. 1764. január 7-én lemészárolta az osztrák katonaság a Madéfalván egybegyűlt a határősorozás ellen tiltakozó csiki székelyeket. A vérengzés Madéfalvi veszedelem néven vonult be a történelembe. A 260. évfordulóról a két civil szervezet méltó megemlékezést tartott a 2020-ban átadott Bonyhádi Székely Emlékparkban. A mai napon az immár 260 évvel ezelőtt madéfalvi veszedelemről gyűltünk össze megemlékezni. Ezt a megemlékezést minden évben már 1989 óta, amióta Bonyhádi Székely Kör megalakult, azóta tartjuk. Az idei évben a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöksége, elnökségi tagjai, illetve a tagegyesület vezetők kint Erdélyben, Madéfalván róják le tiszteletüket, és ezekben a percekben koszorúznak, és emlékeznek meg a veszedelemben elhunyt áldozatokról. A Bonyhádi Székely Kör elnöke, Gál Martin Elvira nem csak méltó beszéddel készült, hanem szívhez szóló dallal okozott melegséget a hidegesős időben az egybegyűlteknek. Majd Pap Domonkos, a Majusi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke is beszédet mondott, azt kívánta, hogy míg ember él a földön, éljenek székelyek is. Megemlékezést közösen tartjuk a Bonyhádi Székely Körrel. Nekünk Majoson most nem igazán van lehetőségünk különböző okok miatt erre. Ami erről az eseményről fontos tudni, ugye ez egy megemlékezés, főhajtás, megemlékezés nagyon vére szomorú eseményről, ami pontosan ma 260 éve történt, és hát főhajtás az akkori áldozatok, az akkori eseményeket elszenvedők, és az azt követő nemzedék, székely nemzedékek előtt is, hiszen talán ez elég köztudott, hogy elég keserű, sanyarú sorsa volt mindig a székely embernek, akár Székelyföldön, akár hova tartoztak. Nem beszélve a román világról, amikor is hát ugye a megtorlások, a sanyarú sors vált rájuk. És azért fontos erről az eseményről megemlékezni, hogy a következő nemzedékek, a minket követő nemzedékek tudják, és soha ne felejtsék el. Pap Domonkos kezdeményezésére már nem hangzik el a székely himnuszban a porlik szó, így maroknyi székely úgy áll, mint a szikla. Van két gyönyörű sor a himnuszunkban, a székely himnuszban. Az egyik az, hogy vezesd még egyszer győzelemre népet, Csaba királyfi csillagösvényen. Ez egy nagyon gyönyörű lélekemelő, jövőbe néző és a megmaradást óhajtó, talán garantáló mondat. És van egy másik sor benne, ami meg az, hogy maroknyi széke porlik, mint a szikla. Ez viszont valamiféle reménytelenséget, belenyugvást utal a sorsunkba, amit mi előszeretettel kicserélünk, a porlik helyett úgy áll, mint a szikla használjuk, és erre biztatok mindenkit, hiszen ebbe is benne van az a remény, az az élni akarás, az az erős hit, akár a teremtőbe, akár a mi nemzetségünkbe, a magyar nemzeten belül a székelyek mindig megtalálják a számításukat, és élni tudjanak, élni hagyjanak minket. A rendszerváltozás egy mérföldkő volt ebbe. Előtte nem azt mondom, hogy tiltották, de nem is igazán nézték jó szemmel az e fajta rendezvényeket, megemlékezéseket, akár ünnepségeket. Ide idézném édesanyámnak egyik gyakran emlegetett mondatát, amikor is
valamiféle számonkérés részére, hogy miért, kicsi gyerekkorunkban miért nem volt ez ennyire elterjedt és ennyire nyilvános, és miért nem tudhattunk sokkal több mindent erről a dologról. Nagyon sokáig azt mondta, hogy fiam, mi amikor ide kerültünk, szégyelni kellett, hogy székelyek vagyunk. És ugye a rendszerváltás óta egyre jobban ez kiterjedt, elterjedt, és most már bátran, büszkén, hálával vállalhatjuk azt, hogy székelyek vagyunk, és emlékezhetünk, és ünnepelhetünk. Lőrinc Etelin máron több mint 30 éve elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, és a Bukovinai Székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Nekünk itt ma az jutott, hogy egy esős napon, de mégis szép számú jelenlévő előtt egy nagyon-nagyon szép és felemelő ünnepségen vehettünk részt. Az Elvirának, a Bonyhádi Székelykör vezetőjének köszönhetően nagyon szépen megszerkesztett és nagyon-nagyon méltó megemlékezést láthattunk. Gyönyörű volt az ének, és gyönyörű volt az a vers, amit a Salamon úr elmondott, rendkívül megható volt. A pap Domonkosnak pedig a személyes érintettségéből eredő beszéde nagyon-nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon szívhez szóló. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem, bár kicsit bánatos voltam, hogy nem Madéfalván, de végül is nagyon nagy örömöm az, hogy itt most a Szentmisén is, és az azt követő esős megemlékezésen is itt lehettem. Úgyhogy köszönöm minden szervezőnek. Lőrinc Etel felmenői az Isten Segíts nevű faluból származnak, és a székelység vállalása számára nem csak felemelő, hanem kötelesség is. Isten Segítsi szülőknek vagyok a leszármazottja. A szüleim még ott születtek, és én abban a felemelő gondolatban nőttem fel, bár nem mindig volt barátságos a környezet, hogy a székelységünknek a vállalása egy nagyon-nagyon fontos dolog. Azt is mondhatnám, hogy már a születésemtől elköteleződtem erre a feladatra, és most több mint 30 éve elnökségi tag vagyok. Az én dédnagyapám, Gáspár Marci, így hívták, hogy az öreg bíró volt az Isten Segítségének az a bírója, aki dr. Németh Kálmánnal együtt kijárta azt az utat, hogy a bukovinai székelyeket haza lehessen telepíteni. Úgyhogy az, amit ő tett, és később a nagyapám, aki könyvet írt erről, és édesanyám, aki népviszetmestere volt szövésbe, és édesapám, aki a szövőszékeket készítette, mind feladatot adtak rám, és ezt az a dédnagymamám, aki a Kodály Zoltánnak volt a szállásadója, gyerekkoromban azt mondta nekem, hogy édes leánkám, tanuld meg, és őrizd meg. Hát ezt a feladatot én folyamatosan végzem a családom óriási nagy segítségével. Az elmenekült székelyek által alapított falvak Isten Segíts, Fogadj Isten, Hadikfalva, Andrásfalva és Józseffalva, melyek menedékek is voltak nehéz időkben. Az ünnepség arra is jó emlékeztető, hogy olyan otthont kell teremteni, ahol meg tudják őrizni, védeni önmagukat és őseik értékeit, továbbá arra is, hogy a veszteségek közepette is erősíteni kell az összetartozást, támogatni kell egymást. Születésének 116. és köztéri szobra felállításának 19. évfordulóján Vas Albertre emlékeztek Bonyhádon. Vas Albert születésének 116. és köztéri szobra felállításának 19. évfordulója alkalmából koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak Bonyhádon. Beszédet mondott Kovács Gábor, a Vas Albert törzsasztal alapító tagja, akinek az író jelentős szerepet játszott életében. Ahhoz képest nagyon későn ismertem meg a műveit, viszont mind a mai napig a fejem fölött a könyvespolcon talán kis túlzása minden regénye, kis regénye, verses kötete ott található. Mit jelent? Egy igazodási pontot és igazolást arra az addig eltelt életemre, amíg meg nem ismertem őt, és utána pedig azóta egyfajta tartást. Van mihez igazítanom gondolataimat, életemet, másokhoz való viszonyomat.
Az 1998. február 17-én elhunyt erdélyi magyar író, költő, irodalmunk kiemelkedő alakja volt. Mint Kovács Gábor megjegyezte, művei közül az 1953-ban írt 13 almafa volt az első, amivel annak idején megismerkedett. Amit egy hosszabb utazás során mellettem ülő kollégám folyamatosan olvasott, és utána én is kézbe vettem. Én addig, ez már nagyon rég volt, még Vas Albert életében, én addig nem is hallottam róla. Talán a nevét hallottam, de fel se tűnt, hogy létezik. A műveiről és annak a hihetetlen gazdagságáról, tartalmáról fogalmam nem volt. Tehát jócskán felnőtt fejjel egy ilyen baráti alkalom volt, és nekem is a 13 almafa volt a kollégám által, amivel elkezdtem, és utána nem tudtam letenni a többit sem. Kovács Gábor és Szabó László, a Vas Albert törzsasztal alapító tagjainak kulcsfontosságú szerep jutott, hogy Vas Albert az 1945-ös emigrációja után először itt Bonyhádon térhetett haza Magyarországra. Az ő munkájuknak, leleményességüknek és kitartásuknak köszönhető az, hogy ez a szobor Ausztráliából, megérkezvén Németországba, elkerült ide Bonyhádra. Majdnem, hogy egy Vas Albert regény írodna, ha ezt most elmondanám, de kis regény biztosan, novellánál hosszabb a történet, de tel is tele van regénybe illő fordulatokkal, onnan kezdve, hogy nem is mi szerettünk volna Vas Albert szobrot állítani, hanem Budapesten szerettek volna valamikor 2003-ban szobrot állítani az írónak, és ott nem engedélyezte az akkori önkormányzat, vagy építésügy, nem tudom, és itt kezdődött az egész, és ott végződött, hogy valóban Kolozsi Sándor ezen szobra Ausztráliából elkerült Vas Albert legkisebb fiához, Hamburgba, és történetesen erről mi tudomást szereztünk, szintén Vas Albert rokonságán keresztül, és mivel éppen utunk volt Hamburgba, össze is ismerkedtünk a Vas család ezen ágával, és hozzájárultak ahhoz, hogy elhozzuk. Feltételek voltak, de a feltételeket teljesítettük. A feltételek között az is szerepelt, hogy minden esztendőben, itt, ahol fölállítjuk az édesapa szobrát, itt mindig emlékezzünk meg róla. De tényleg kalandos és regényes fordulatokkal teli a történet. Azóta pedig minden esztendőben összegyűlnek a művelődési központ mellett, hogy az író születésnapján méltóképp megemlékezzenek róla. Üzenem az otthoni hegyeknek, a csillagok járása változó. És törvényei vannak a szeleknek, esőnek, hónak, fellegeknek, és nincsen benne ború örökkévaló. A víz szalad, a kő marad. A pocsker egy jellegzetes váb lábbeli. Hazánkban, Tolnában és Baranyában terjedt el használata a leginkább. Mivel napjainkra jellemzően csak gyűjteményekben ékeskednek, felmerült az igény, hogy legyen olyan foglalkozás, ahol le lehet sajátítani a pacskerkötés fortéjait. Január 12-én a Bonyhári Német Önkormányzat szervezésében Józsa Gyuláné tartott előadást a pacskerminták készítéséről. A Kakasdon felnőtt bukovinai székely származású Józsa Gyuláné mesélt nekünk gyerekkoráról, és hogy amit a sváb kultúráról tanultak a szülei, azt hogyan adja ő tovább a mai napig. Gyerekkoromban édesanyámtól hallottam, hogy ott hagytak egy nénit még 46-ba, nem tudták elvinni, mikor vitték ki a németeket, és ő ott volt nálunk 10-15 évig, amíg élt még, és az édesanyámat megtanította kötni. És akkor édesanyám kötött nekünk pacskert, meg ő segített, de én még akkor meg sem voltam, utána születtem, és már úgy emlékszem olyan 9 éves koromban, amikor ő már meghalt, akkor már nem emlékszem jobban rá, csak annyit tudok, hogy az édesanyámtól örököltem én a kötést. Valami olyasmi rémlik, hogy kellett nekik egy kicsit bújtatni azt a nénit, mert valami olyasmit mesélt az anyukám, hogy a nagyszobába a dunyha alá tették, a betett ágy alá a nénit, de végül is nem keresték, de utána rendesen
ott volt, mint családtag. A szomszédjaik mind németek voltak, így azokkal a gyerekekkel barátkozott, emlékszik vissza Józsa Gyuláné. Édesapám az mindig tiszteletben tartotta. Voltak cigányok, cseszkók, németek, nálunk mind, az édesapám soha nem hallottam tőle, hogy szitta volna valamelyiket. Itt rossz ember és jó ember volt. Itt közöttünk nem volt soha, iskolában is nagyon jól megvoltunk a németekkel. Aztán volt olyan, amikor lányok voltunk, hogy ilyen guzsajas jártunk, hát ott is a német lányok voltak velünk, fontunk, és beszélgettünk. Csak az a kár, hogy nem tanultam meg német. Férhez mentem, és olyan szerencsés voltam, hogy itt is mind német társaság volt. Akkor jártunk a német bálba, a sváb bálokba jártunk, és ilyen német barátaim voltak, de voltak székely barátaim is, tehát a székelyekkel is nagyon jobban vagyok, a németekkel is. Én nálam nincs az, hogy ez ilyen, meg ez olyan, én tisztelem, aki rendes és becsületes. Időközben nem csak pacskerei száma nő, hanem az általa összegyűjtött minták száma is. A pacskerokat azt nagyon szeretem csinálni, imádom most, már több mint 100 párat csináltam, és a mintákat Ilonkától, meg van Till Marika néni német, vagy Szekszárdi, és az is nagyon sokat ad, meg a kis Józsitól szoktam, meg járunk kirándulásra, az Ilonka többször elvisz bennünket kirándulásra, és jó, hogy van ez az okostelefon, ugye az ember előszedi, lefényképezi, otthon meg addig rajzolja, amíg sikerül neki, és megkötöm. A kézzel készített ajándék, melyeket a pacskerkötő hölgy ad, egyben egy történelmi és kulturális lenyomat is. Ahol látom, hogy szeretik, akkor én azt adom, hogy vigyék tovább, hogy lássák, hogy ilyen is van Magyarországon. Hogy nagyon sokan szeretik, sokan kérik is, hogy csináljak a kisgyereknek egy picit, az unokatesom is a kicsinek csinálta, és akkor küldik a fényképet vissza, hogy na nézd meg a kicsi, hogy hordja a pacskert. És akkor ez nekem már öröm. A meghirdetes Váb pacskerkör első jelentkezője Józsa Gyuláné volt, mesélte el nekünk a Bonyhádi Német Önkormányzat elnökasszonya. 6 éve hívtam össze a csoportot, akkor indult ez a pacskerkör, először még pacskerkör volt, és amikor egy hirdetést adtunk fel, hogy aki szeretne csatlakozni, akkor Józsa Gyuláné volt az első, aki jelentkezett. És akkor tudtam meg, hogy ő székely, és az ő szülei Kakasdra kerültek bukovinai székelyként egy svábházba, és a svábházból az idős nénit nem tudták már elvinni azok, akiket kitelepítettek, itt maradt, és szeretetben, békességben éltek addig, ameddig a néni meg nem halt, és ez az idős néni megtanította a székely lányokat pacskert kötni, és Jucika is így tanulta meg az édesanyjától a pacskerkötést, és azóta is lendületlenül folytatja. A kényszer kitelepített magyarországi németek helyére betelepített bukovinai székelyek rengeteget tanultak az itt megmaradt németektől, és ahogyan az ebben az esetben is látható, tovább is adták azt a tudást. A székelyek nem kötöttek pacskert, tehát ő a mi mintánkat, megtanult az édesanyjától pacskert kötni, de ők kakasdiak, tehát a kakasdi kötésmódot tanulta meg, és mi itt kicsit másképp kötünk. Kakasdon nem volt minta a pacskerokon, itt viszont van, és rengetegféle minta van, különböző településeken különböző mintákat tesznek, kötnek a pacskerokba, és ezt ő is megtanulta már, és ezt folytatja tovább. Az összegyűjtést már elkezdtük. Én közel 50 éve kezdtem el a pacskert gyűjteni, tehát beleszülettem a német családba, és a nagyanyám is kötött, a nagynéném is kötött, és amikor Mórágyon táncoltunk, akkor természetesen mindenkinek volt pacskerja. Amikor ide kerültem Bonyhádra, ide jöttem férjhez, az anyósom is kötött pacskert, a sógornőm is kötött pacskert, és amikor a tánccsoportban táncoltunk, akkor a gyerekeknek is pacskerjük volt, abban táncoltak. És így alakult ki az egész, ugyanis a nagyszülők jöttek és kísérték a gyerekeket táncpróbára, és ugye hát a németek, a svábok nagyon szorgalmasak, nem tudtak csak úgy ott ülni és beszélgetni, míg megvárják a gyerekeket, hanem kötögettek. Ezt látva jött Köhlerni Koch Ilonának az ötlet,
hogy egy konferenciát rendezzen a témában, melyet azóta is havonta megismételnek különböző előadókkal. Minden térségnek, településnek saját pacsker mintája van. Ha megláttak egy asszonyt a piacon, akkor meg lehetett mondani, hogy ő most melyik településről jött, és milyen vallású. Tehát általában, tehát ha nem is mindig, de általában azt lehetett tudni, ugye a viseletről is lehetett tudni, hogy most idősebb, sokszor azt is, hogy esetleg házas-e, vagy özvegy, tehát a viselet az nagyon sok mindent elárult. Megtanulták a sváboktól, és... Tehát a pacskát otthon is lehet viselni, az utcán is lehet viselni, télen is viselték, régen klumpa volt, a pacskárral léptek a klumpába akár, tehát a pacskár végigkísérte az embert, a picikétől egészen az idősig. És látták szerintem, és így lehetett az, hogy ők is elkezdték ezt készíteni, és tehát más magyar etnikumok is átvették már ezt, és ezzel ennyivel színesebb. Figyelemre méltó jövőbeni terveikről is beszámolt nekünk az elnökasszony. A pacskárkör is egy bizonyíték arra, hogy együtt tudunk dolgozni, sőt, nekem vannak terveim is a jövőre nézve, hogy lehetne még jobban együttműködni. Ebben az évben Bonyhád 300 rendezvényt tartunk, tehát Bonyhád újra telepítésének a 300 éves évfordulóját, és ez egy egész éves programsorozat lesz. És ősszel tervezünk egy filmbemutatót, mégpedig az Együttélés Cuzamellében. Ez egy, azt mutatja be, hogy egy székely fiú és egy sváb lány összeházasodnak, és az ő történeteket mutatják be ebben a filmben. Ez egy nagyon-nagyon régi film már. Én kicsi voltam, amikor ezt láttam Mórágyon. Ez Sombereken készült, és elmondhatom, hogy ez a fiatal pár még most is együtt van. Szerencsére az 50-es évektől már megjelentek a vegyes házasságok is, és elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk, tette hozzá Köllerni Koch Ilona. Az idei évben rekordszámú 267 alkotás érkezett a pályázatra, amelyeket Vas Albert Emese Álma című mondája, valamint a Tavak és Erdők könyve 6. meséje ihletett. A gyönyörű rajzokból és festményekből rendezett kiállítást Szabó László, a Vas Albert törzsasztal egyik alapító tagja nyitotta meg. Vas Albert emléke előtt tisztelegve Emese Álma című mondája, illetve a Tavak és Erdők könyve 6. mese című írása nyomán rajzpályázatot hirdettek. Tulajdonképpen ezt a rajzpályázatot, ezt a szoborállítás évétől kezdve folyamatosan rendezzük, hirdetjük, és hát az idén minden eddigit felülmúlva csúcs született, ha lehet ezt így mondani, ugyanis 267 pályamunka érkezett be. Hát 3 korosztályban mérkőzhetnek meg a fiatalok, gyerekek. Egy alsó tagozatos korosztály, 1-től 4-ig, aztán 5-től 8-ig, ez a másik korosztály, és a 3. pedig középiskolások is részt vehetnek ezen a pályázaton. Az emléknap a Vas Albert mese illusztrációs rajzpályázat alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójával, és a díjkiosztó ünnepséggel kezdődött a művelődési központban, ahol szinte megtöltötték az aulát a pályázó gyermekek, kisebbek és nagyobbak, valamint családtagjaik. Hoffmann Botond 5 éve tanul grafikát, és a középiskolások között a 3. helyezést érte el. Emese Álmából volt részlet, hogy az volt a jelenet, hogy az anyjával megy a gyerek olyan 10 éves koráig, és ott szekerekkel ott vándorolnak a pusztában. Már nagyon sokszor, hát 5 éve járok grafikára, óvodás korom óta rajzolok, és hát már több díjjal voltam, már tavaly is 3. helyezett itt a Vas Albert rajzpályázaton. Immár 19 éve invitálják a diákokat közös alkotásra. Vas Albert munkásságának ma is létjogosultsága van, hangsúlyozta Szabó László,
aki eredményes munkát, sok sikert és díjat kívánt a résztvevőknek, valamint sok-sok olvasmányt Vas Albert művei közül. A 267 nevező közül az alsó tagozatosok mezőnyéből az első helyet Sebestyén Romina Kamilla nyerte el, a második helyezett Ondrusek Zoé, a harmadik pedig Apaceller Botond lett. A felső tagozatosok közül Horváth Viktória munkáját értékelte a legjobbnak a zsűri, a második helyezést Rő Jonkály, még a harmadikat Fenyvesi Geszte Csenge vehette át. A középiskolás korosztályból Kerekes Kata végzett az élen, a második helyet Nyárádi Kincső, a harmadikat pedig Hoffmann Botond érte el. Az alsó tagozatos korosztályban 19, a felső tagozatos korosztálynál 10, a középiskolások közül egy külön díjat osztottak ki. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!